Most már jó, rendben. Tehát én Zombori Mónika vagyok, az ACB Galéria munkatársa, és szeretném önöket meghívni az ACB Attachmentben látható kiállításra, amelyben Vida Judit művei láthatóak, ezek a fotók is ott készültek, és a kiállítással párhuzamosan jelent meg a Pauker Collection részeként ez a kiadvány, aminek a bemutatójára most sor fog kerülni, úgyhogy szeretném csak jelezni, hogy a kiállítás az február 23-áig, 2-től péntekig 2 és 6 óra között látogatható, és a kiállítás kapcsán ugye most bemutatjuk ezt a kötetet, melynek beszélgetőit nem sokára bemutatom, de először szeretném Kozák Csaba művészeti író, a Pauker Collection vezetőjének sorait felolvasni. Ő volt a kiadvány művészeti vezetője, és sajnos betegség miatt ő nem tud jelen lenni most, és megkért, hogy olvassam fel, amit írt. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek! Nem tudom, hogy mi egy friss könyv bemutatásának a hivatalos menetrendje, viszont tudom, Vida Judit Lüktető csend kötetének a háttértörténetét. Minden azzal kezdődött, hogy Vértes Gábor 1989-ben megalapította a Pauker nyomdát, ami kiváló minőségű kiadványaival az azóta eltelt 35 év alatt az ország egyik legjobb nyomdájává nőtte ki magát. Vértes Gábor, aki műgyűjtő és egyben műpártoló volt, megálmodott egy művészeti sorozatot, amit 2011-ben indított útjára. Ez a Pauker Collection, aminek művészeti vezetője barátom Lugosi Lugó László volt. A sorozat arra vállalkozott, hogy hazai kortárs képző és iparművészek munkásságát mutassa be. Volt van köztük festőművész, szobrász, grafikus, fotóművész, üvegművész és textiles. A sorozatban olyan alkotók szerepeltek, mint Konok Tamás, Fajó János, Záborszki Gábor, Bernát András, Trombitás Tamás, Boros Péter, Mengyán András, és a névsor tovább nyújthatnám, hiszen Vida Judit kötete immáron a sorozat 69. darabja. Én 2021. szeptembere óta szerkeszthetem a sorozatot, amiből remélhetőleg a jövőben is 6 darab fog évente megjelenni. A Pauker Collection mindegyik darabja ugyanúgy van megszerkesztve, a portréfotót egy magyar-angol nyelvű szakmai előszó követi, majd ezután következik az 50 színes műtárgyfotót tartalmazó blokk, végül a kötetet a művész életrajza zárja. Tehát a kötet maximálisan látványcentrikus, a narratív megközelítés másodlagos. Vida Judit kötetéhez Kowalowski Márta írt egy személyes és szakmailag hiteles előszót, Bozsó András és Súlyok Miklós készítette a műtárgyfotókat, Kuruc Gábor tervezőgrafikusként munkálkodott, Horváth István pedig a digitális képfeldolgozásért volt felelős. A kötet Vida Judit munkásságából ad válogatást az elmúlt 30 év alkotásaiból. Ezek a műtárgyfotók hol időrendben, máshogy pedig tematikusan követik az adott életmű alkotásait. Ritka az olyan kiállítás, ami egyben egy új kötet bemutatásával is párosul. Vida Judittal öröm volt együtt dolgozni, ahogy reményeim szerint önök is örömmel fogják forgatni ezt a könyvet. Befejezésül még annyit, hogy számomra különleges élmény volt látni ezt a tárlatot, mivel a műcsarnok egykori munkatársaként én rendezhettem Vida Judit kiállítását 1996-ban, azaz több mint negyed évszázaddal ezelőtt, a Dorottya Galériában. Az akkor bemutatott anyagból több visszaköszön a mostani válogatásban. Hihetetlen, de igaz, Vida Judit törékeny porcelányai kiállták az idő próbáját. Töretlenül sugározzák az alkotójuk újító, az ipar és képzőművészet akademikus, mesterséges határait lebontó szellemiségét. Köszönöm a türelmüket, Kozák Csaba, a Pauker Collection művészeti vezetője, Budapest 2024. január 24. És akkor ezen túl szeretném átadni a szót. Kowalowski Márta művészettörténész, a kötet szerkesztője, ül itt mellettem. Középen Vida Judit alkotóművész, és Topor Tünde, az Art magazin főszerkesztője, művészettörténész fogja moderálni az ő beszélgetésüket. És át is adom a szót. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen hallani a mondandómat. Köszönöm. Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk, és örülünk, hogy ilyen szép számba jöttek a könyvbemutatóra. Már csak azért is, mert Vida Juditról nem mondható el az, hogy
hogy túlságosan feldolgozott lenne az életműve. Úgyhogy ezért nagyon nagy öröm, hogy megjelent most a munkáiról egy ilyen nagyon szép és egy nagyon jó sorozatba illeszkedő könyv. Nagyon hálás vagyok a Kozák Csabának egyébként, hogy az minden kötelező dolgot elmondott helyettem, úgyhogy mi teljesen rátérhetünk arra a tulajdonképpen a szabadon választott részére a beszélgetésnek, és először Márta, téged kérdeznélek, hogy mióta ismered Juditot, és mikor figyeltél fel a munkáira? Most erre a válasz az, hogy a Judit szoktam mondani, hogy 100 éve ismerjük egymást. Ez nem egészen pontosan igaz, talán csak 99,5 éve, de minden esetre mi Judittal először személyesen 92-ben a Király Tamás kiállításán találkoztunk. Ami nagyszerű alkalom volt, mert az egész művészete, amit csinál, és ahogyan gondolkodik, az pontosan azonos azzal, amit Király Tamás és a barátai Bachmann Gábor, Szalai Tibor, Rajk László folytattak. Na most jó helyen voltam, a jó körülmények között, a megfelelő személlyel, úgyhogy azokat a gondolataimat és azokat a vágyaimat, amiket korábban már Judit munkájának ismeretében kialakítottam, most igazából személyesen is értékelhettem és végig gondolhattam. A Fehérvári Múzeumban dolgoztam 40 évig, és a Fehérvári Múzeum akkoriban nagyon figyelte azt, hogy mi történik a művészet területén. Úgyhogy Judit munkáit tulajdonképpen már a 80-as években nagyon pontosnak tartottuk, csak nem került arra a sor, hogy ez a kiállítás, ami 97-ben volt, az, hogy 97-ben volt, létrejöjjön. De megelőzte ezt a kiállítást, és azt a gondolatkörnek a bemutatását, amihez is kapcsolódik, egy sorozat, vagy úgy értem, nem kiállítás sorozat volt, de mégis időrendben egymást követik. 91-ben Szalai Tibornak a munkáit mutattuk be, 92-ben volt a Király Tamás kiállítás, 96-ban én voltam a Nemzetközi Építészeti Biennálénak a kurátora, tehát én Bachmann Gábort választottam, és 97-ben pedig a Judit művét mutattuk be. Úgyhogy igazából ez a visszapillantás, vagy a felfedezése Juditnak, az egy hosszú időre, több mint egy évtizedre megy vissza. Pontosan nem tudom megmondani, hogy az 56 galériában, vagy pedig a 88-as Művészet és Forradalom című kiállításon, a Műcsarnokban jutott először eszembe, hogy azok a kerámiák, amik akkor elsősorban használati kerámiaként ismertünk, és Judit műterméből kerültek ki, azok voltak-e az elsők, amiket én láttam, de minden esetre volt valami olyan motivum bennük, amire ugye Maja Kopszil azt mondta 30-as években pofon a közüzlésnek, tehát hogy valami olyan más a használati kerámiának, egy olyan más fajta felfogása és megfogalmazása, ami nekem rendkívül érdekes és szimpatikus volt. Ma már ez a fajta hozzáállás vagy gondolkodásmód Juditnak egy kifejezetten nagyon sajátja, de akkor már a 80-as évek második felében ezt mi a Fehérvári Múzeumban nem mondom, hogy tudtuk, de valahogyan éreztük. És ez az út vezetett azután a 97-es kiállításig. Most csak egy nagyon kis rövid kitérőt tennék. Csak szeretném elmondani, hogy Márta beszélt arról, hogy mik történtek a Szent István Király Múzeumban. Tudom, hogy ez most a Judit könyvének a bemutatója, de nemrég jelent meg a Márta könyve is, aminek a címe Mit látsz, Laca? És egy muzeológus nő emlékeit tartalmazza, és nagyon-nagyon sok szeretettel és meleg szívvel ajánlom azt is olvasásra. Nagyon sok minden derül ki tulajdonképpen arról a
pár évtizedről, ami a könyv játszódik. Két legyed egy csapásra. Igen. Úgyhogy most a Judittal is nagyon messziről indulunk. Az Art magazinban jelent meg vele egy interjú pár éve, 19-ben, köszönöm szépen a segítséget, és abban nagyon-nagyon érdekes adalékok vannak arról, hogy tulajdonképpen te, tehát milyen előzményei vannak annak, hogy te kerámiával kezdtél el foglalkozni, és milyen gyerekkori eseményekre vezetett ő, vagy milyenekre vezetett te magad ezt vissza? Hú, jó rég volt. Hát mind a két szülőm az vidéki. A egyik az a Dunaparton, a Csepel-sziget csücskébe született, a másik meg Szentgotthárdon, a Ráva parton. Tehát nekem minden nyári időszakban, mink ott voltunk, kijutott a vízből, meg az iszapból. Amikor a Duna áradása után visszament a víz, akkor egy nagyon jó sáros talaj maradt, és akkor a vályogvető cigányok kivonultak oda az alföldi részre, és gyártották a vályogtéglákat. Persze, hogy beszálltam, imádtam taposni. Tehát már ott, ahogy a fakalodába bele kellett nyomkodni, és utána így szépen sorba kirakták, hogy száradjon, vagy a Ráva partján az iszapnak, annak olyan fantasztikus, nem azt mondom, hogy szaga, nekem illata volt. Tehát ami megfogott, és tulajdonképpen már ilyen 10 éves koromban azt mondtam, hogy valami ilyesmit szeretnék csinálni, aminek köze van az agyakhoz, ehhez a szakhoz, meg az, hogy lehet formázni, gyúrni, a Ráva partján az iszapot csurgattuk, hatalmas várakat építettünk, itt kezdődött. És hogyan folytatódott? Tehát mi volt az, ami aztán, mert szerintem nagyon sok gyerek tapossa az iszapot, igen, vagy legalábbis a sarat, de mégsem lesznek keramikusok, hogy, vagy nem lesznek művészek, nem lesznek szobrászok, hogy milyen más hatások értek még, ami aztán utána a művészeti iskolába vezetett téged? Hát arról. Erről nehéz beszélni. Gyerekkorban volt egy olyan betegségem, hogy egy éven keresztül és a 6 hónapon át mozdulatlanul feküdni. És egy pszichológus, egy pszichiáternő ült az ágyam mellett, aki azzal úgy törődött velem, hogy agyilag megtanuljak játszani, mozogni, hogy az izmaim ne sorvadjanak el. Tehát a macis pizsomámon a labdát, tehát hogy a labdát dobálják egymásnak, azt ki tudtam vetíteni a térbe. És ez egy olyan folyamat volt, hogy ezzel megtanultam azt, hogy én egy nyugalmi állapotban is tudom használni ezt a tulajdonságomat, hogy megmozgatom a tárgyakat körülöttem. És ez valahol odáig jött, hogy ugye ez egyfajta magányt is hozott, mert élveztem ezt a helyzetet, hogy megvan a saját kis világom. És volt a családban egy ismerősünk, aki kerámikus volt, és nála sokat rajzoltam, meg megnézte a rajzaimat, amit állandóan rajzoltam. Egyfolytában rajzoltam. Volt, hogy éjszaka olyan ebédlőasztalunk volt, ami hosszú terítő volt, és elemlámpával bebújtam, és ott rajzoltam. És ő mondta, hogy akkor ő már a művészeti szakközépiskolába járt kerámiát. Na, ez volt az apropó, hogy akkor én is itt folytatom tovább. Márta. Így pingpongozunk most a kérdésekkel, hogy már szó volt arról, hogy a Judit kerámiái, az oké, hogy egy ilyen funkcionális alapból indultak, de utána, ami igazán érdekesítette őket a ti számotokra, ott Székesfehérváron, ahol a új szellemű dolgoknak a kiállítása zajlott tulajdonképpen állandóan, az volt, hogy a Judit egyszer csak elkezdte a kerámiát megmozgatni, illetve, hogy kilépett valahogy így a
csészék meg a kannák, azok elkezdtek szobrosodni, vagy szoborrá válni, hogy ez milyen akkori folyamatokba illeszkedett szerinted? Tehát mi volt akkor az a korszellem, meg mik voltak azok azok az irányok tulajdonképpen más művészeti ágakban is, ami ezt a keretek közül kilépést ambicionálta? Hát itt tulajdonképpen, bocsánat, két dolgot tudok magamban megfogalmazni, vagy magamban felsorolni. Az egyik az, hogy 70-es évek közepétől a különböző klasszikus, amire Kozár Csabának a bevezetője is utat, klasszikus műfaji határok felbomlottak. Most ez a 60-as évek végétől jelen volt ez a tendencia. Elsők a textilesek voltak, hogy 68-tól kezdve nagyon radikálisan, nagyon folyamatosan, végig a 70-es évek folyamán, a 80-as években is még ezeket a műfaji határokat folyamatosan átlépték, megsértették és átlépték. A keramikusoknál nehezebb volt a helyzet, mert igazából megmaradtak a használati kerámiánál, amennyire én ezt tudom, és igazából csak 91, 92 és 93 volt az, amikor két nagy kerámikus csoport megalakult, a Terra, ami eleve földet jelent, tehát a földnek az alakíthatósága, a masszának az alakíthatósága, szobrászati értelembe véve is fontos volt. A másik csoport az a Deforma, amit úgy is érthetünk, hogy a formáról való elmélkedés, de úgy is, hogy deformálunk valamit. Na most ez az utóbbi, az, ami a Judit gondolkodásához azt hiszem, hogy a legközelebb állt, és azért azt gondolom, hogy egyszer csak úgy lépte át a kerámiának a határait, hogy valami egészen más területre lépett át, én szerintem a szobrászat területére, olyan értékeknek, olyan anyagoknak, olyan gondolkodási formáknak a területére, mint a hiány, a tömeg, az űr, a feszültség, a felbomlás, a felrobbanás és annak a következményei. Amikor én a fehérvári kiállítást rendeztem, és megálltam egy nap a mennyezet alatt, és fölnéztem, és akkor már ott volt az az egogeotika nagy kompozíció, aminek hosszú-hosszú kötélpályái vezettek le a mennyből a földre, és rajtuk a térbe, és rajta fügtek azok a kerámia formák, amelyeket itt az előbb itt pont a fotókon is látunk, akkor azt éreztem, hogy valahogy Judit, a látogatót, a szemlélőt, köztük engem is, kilő az űrbe, és ott vagyunk egy olyan hatalmas, ismeretlen helyen, ismeretlen térben, ismeretlen feszültségeknek a keresztüzében, amelyeket soha nem sejtettünk volna, hogyha ezt művet nem látjuk. És azt gondolom, hogy ezek a fajta formák, ezek a fajta feszültséget hordozó rácsok, térrácsok, ezek tovább vezették az ő képzeletét is, és a kerámiaiban is, a kerámiát, amikor fémmel ötvözi, vagy fémmel párosítja, akkor ezek a feszültségek fogalmazódnak meg. Amit én még előzménynek látok, abban, hogy ennyire szabadon is lehet hozzányúlni egy ilyen kötött anyaghoz, az, hogy te sokat dolgoztál filmekben is, ahol tulajdonképpen mindenféle olyan kreativitásra is szükség volt, hogy létre kellett hozni bizonyos tárgyakat, látványokat, tulajdonképpen úgy, hogy igazán alkalmas eszközök nem voltak arra, hogy erről egy kicsit mesélj nekünk, mert ez is nagyon fontos időszak. Hát igen, ennek a történet az, hogy a Gábor, a férjem, az a filmgyárba ment a főiskola diplomavédés után, ott dolgozott, és így nagyon sok
olyan értékes emberrel találkoztunk, filmrendezőkkel, színészekkel, de akár a berendezőtől kezdve a világosítói. És igen, ahogy mondod, hogy végülis a semmiből kellett összehoznunk bármit is. Én tulajdonképpen olyan sokat nem dolgoztam, én inkább segítettem. Tehát én inzert csináltam, a Fehér Gyuri Nők iskolája című filmében mintáztam egy 2 méter x 1,5 méteres térben egy nagy szemet, az volt a díszletnek a központi figurája. Akkor a Rajk Laci, hát a Rajk Lacinak, a Rajk Lacinak a nevét nem lehetett hivatalosan leírni a filmgyárba, így az én nevem alatt dolgozott. Vida Judit néven alatt dolgozott, egy 2 méter magas férfi, akit nem lehetett csak úgy eltüntetni a díszletek között. De ez is olyan furcsa, hogy évekig így ment a munka, de én nagyon sokat segítettem, például a Misszarinozába együtt csináltuk a látványokat a Lacival, elég kevés ideje volt, és nagyon sokat segítettem neki. Ott például a tejás meg kávés készleteket a díszletbe csináltam, arra emlékszem, úgyhogy hát ilyen munkáim voltak, meg a Psziché című filmben sok mindent csináltunk, de ott nem csak én. Ott nagyon sok a varrónőtől kezdve mindenki, aki bármit tudott csinálni, összedobtuk. Ugye hát a háttér az nagyon nehéz volt olyan dolgokat előállítani, vagy egyáltalán kapni, tehát meg kellett csinálni. És ott is például a plakáton, a Psziché plakátján a Patricia Cserhalmi Gyuli, meg az Udo Kirnek a portréja van, és csináltam egy olyan szitát erről a plakátról, hogy ajándéktárgyaként pólókat nyomtattam, kendőket, úgyhogy ilyen izgalmas dolog. Azért sok izgalmas dolgot megcsináltunk. És ugyanígy a szakmában is, hogy igazából a 80-as években ahhoz, hogy porcelán gyártsunk, nem nagyon volt háttér. Csak az agyag, a alacsony tűzű és alacsony tűzű mázak. Tehát a 80-as évek közepétől sikerült kiharcolnom azt, hogy kapjunk az Ő utcába, Ő utcai porcelángyárba öntömasszát. Tehát ilyen szempontból tényleg kreatívnak kellett lenni. És akkor beszéltél itt a teáskészletekről, hogy azok a készletek, amik közül van, amelyik most az Iparművészeti Múzeumnak a féltve őrzött egyik darabja, meg az a készlet, amit mondjuk a Yoko Ono számára az csináltál. Igen, de szóval, hogy ez a típusú, tulajdonképpen konstruktivista alapokon, vagy a konstruktivista gondolkodást, meg motivumokat használó, de mégis dekonstruktív készletek, hogy ezek mikor és hogyan készültek, és itt a technológiára is kíváncsi vagyok, hogy akkor egyáltalán hogy lehetett ezeket megvalósítani. Igen. Hát ennek a 86-ban csináltam a mozdulat kávés készletemet, ami egy ilyen cseppfolyós formát vett föl a kanna, a csészék is, és ugye a Nane galériát 1990-ben alapítottuk, a Király Tamás, Rajk László, Kovács Attila, Szalai Tibi, Bakman Gábor, én. Igen. És ott ki volt állítva ez a készletem, és a Yoko Ononak, mivel magyar férje volt, nagyon hallott a galériánkról, mert ez az első olyan galéria volt, azt hiszem a rendszerváltás után, egyáltalán galéria. Ez ugye ez a Rádai utca? A Lónyai utca. A volt Szamueli utca, Lónyai utca, igen. Én voltam ott, nagyon jól nézett. Igen, és most meg... Bocsánat. Ott volt kiállítva, és a Yoko nagyon kíváncsi volt erre, mivel hogy olyan művészek, akik az elmúlt rendszernek nem igazán a kedvencei voltak, azoknak a munkáit lehetett ott látni, és bejelentkezett egyszer március 15-én Hófehér Nagy Mercedes-ek két ilyen őrző emberrel, és aranyos volt végül, és meglátta a készletemet, nagyon tetszett neki, és abból rendelt is, vett is, és akkor utána később
megkerestek, hogy hát legyen ennek egy folytatása. Csináljak egy tányért. És akkor a Falk Miksa utcai 56 galériában volt, 56 galériájuk volt, ott volt a Moholy nagynak a 100. születésnapjának az évfordulójára egy kiállítás, és ott kiállítottam ezt a tányért, és akkor Joko azt mondta, hogy na jó, ez gyönyörű, akkor legyen ebből egy 12 személyes étkészlet. Jó. Úgyhogy elkezdtem gyártani először a gipszmagokat, ugye, amiről majd az öntőforma készül. Tehát ez egy körülbelül 2 éves munkafolyamat volt egy nagyon jó szakember segítségével. És akkor a Joko azt mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt Magyarországon egy porcelángyár elkezdené gyártani. Hát én a kézdarabokkal lementem Hullóházára, fogadott a gyártmárfejlesztésnek a vezetősége, meglátták, hogy mi ez, teljesen elképedve, hogy ez abnormális tányérok, és ez csak olyan emberek veszik, akik így gondolkoznak, és a másik, hogy nem lehet tudni, hogy mennyi a selejt százaléka, úgyhogy végül is a saját műhelyembe gyártottam le, amit először a Műcsarnoknak a Dorottya utcai galériájába tudtam kiállítani, és akkor oda is jött meghívtam a porcelángyárnak a egyik ilyen gyártmányfejlesztés vezetőjét, és elcsodálkozott, és kérdezte, hogy hol, ki csinálta? Mondom, én a kis műhelyembe. És akkor úgy elvonult, láttam, hogy nem tudom, hogy szégyelte magát, de nagyon csúnyán elutasítottak, igen. De különben visszatérve arra a kérdésedre, amit a Mártának feltettél, hogy az volt a baj abba a korba, hogy annyira meghatározó kultúrát akartak a torkunkon lenyomni, és azért alakultak meg ezek a, miután a lehetőségek is, ahogy a Márti mondta, hogy a festészetben mindenhol, mert hogy valami újat akartunk csinálni. És a porcelángyáraknak is ez volt a legnagyobb kár, hogy nem fejlesztettek, hiába voltak nagyon jó porcelántervezők a gyárakban, nem kaptak olyan munkát, vagyis ha ők terveztek valamit, és a fejlesztési osztályon ugye megbukott, mert nem vállalták a felelősséget. Most tényleg azért szerintem, aki akkor a gyártmányfejlesztésért felelős volt, az verheti a fejét a falba. Igen. Mert azért ezek a készletek, nem tudom, hogy mostanában szerepelt talán hasonló mű aukción, nem a tiéd. Ja, nem láttam. De azt hiszem, hogy a Benedek Olgának egy hasonló műve szerepelt, és hát nem két fillérért kelnek el, de szerintem, hogyha a tiéd valahogy aukcióra kerülne, akkor az is azért csinálna egy aukciós rekordot. Hát igazából én nem nagyon, tehát volt egy, hogy 10-12 személyes, tehát hogy én ezen kívül a Iparművészeti Múzeumnak adtam egy pár darabot a készletből, hogy tányér meg. Úgyhogy én meg a Fehér Laci annyira kért tőlem, hogy festményét cseréljünk. Tehát ez volt egyetlen ilyen üzletem, ami nem a Joko Onohoz ment. Tehát, hogyha Amerikából valaki a aukción elhozza, vagy valahol látni, mert a Joko gyűjtőknek vitte ezeket a készleteket, illetve árulta. És tudom, hogy már akkor nagyon sok pénzért. Hát igen, mert ez gyakorlatilag tényleg olyan műtárgyak voltak, mint amilyenek az orosz konstruktivista tányérok, amiknek akkor kezdett a 20-as évek után, igen. Tehát a 20-as évekből, de aztán pont a Szovjetunió felbomlásakor és a műkereskedelem, amikor megindult így a Oroszországból is, akkor hihetetlen felfutása volt akár ennek a gondolkodásnak, akár az onnan származó tárgyaknak, igen, is, igen. És az, hogy van egy ilyen ihletettségű, de új és most készülő készlet, az szerintem már akkor is nagyon. Hát a Menshikov azt csinált ilyet, hogy New Yorkban zubogom, mert Menshikov vitt készletemet árulni, és a New Yorki Ubi galériának eladott egyet, és a Jokonak ott volt kiállítása, és abból a kávéskészletből kínálták meg kávéval, és mondja a Joko, hogy hát ismerem a művészt. Az nem lehet, mert ő egy orosz avantgárd, aki a 20-as években élt, és már nem él.
Ez jó történet. A Viktor Menzsikov, aki gyűjtő volt, aki Oroszországból települt át ide Magyarországon. Most nem tudom, hogy a Szovjetunióból vagy Oroszországból, mindegy, de itt kezdte a pályafutását, és hát különböző ügyleteket bonyolított. Legköztük ilyet is, hogy a Judit műveit megpróbálta a 20-as évek konstrukciót a műnek eladni, és sikerült is neki. Akkor most kicsit komolyabb vizekre veszünk megint, ami a művészet történet tulajdonképpen, hogy kiket látsz, Márta, valahogy szemléletmódban, meg motívumkincsben, meg formailag is a Judit rokonainak, akár festészetben, akár más művészeti ágban, mondtad már a Király Tamást, ami szerintem teljesen emblematikus figura, de esetleg a színek, tehát az arany és a tiszta színek vegyítése, meg azok a furcsa motívumok, hogy ilyen kis zászló, ilyen kis farkasfogszerű motívumok, hogy te ki kell. Szóval halványan látom, hogy a 20-as, 30-as évek orosz konstruktivizmusa az nagyon erőteljesen hatott a Juditra, de azt is gondolom egyúttal, hogy nem csak motívunk is benne, hanem színekben is, tehát ez a fekete, arany, fehér, vörös összeállítás, ez a régi orosz művészetnek, az ikon művészetének ezt a súlyos zengését adja vissza. Na most még valamit hozzáfűznék, hogy nem csak ezt látom a Juditnál, hanem nagyon erőteljesen az egykori magyar építészetnek bizonyos tendenciáival nagyon rokon, így például Rajklacival, Bachmannal, Zalai Tibivel, ez nagyon-nagyon fontos megjegyezni. És akkor, amikor arról beszélünk, hogy ő elsősorban a szobrászat felé nyitotta ki az utat, a kerámiának az útját, és talált egy nagyon sajátos utat, akkor ez a szobrászaton túl az építészet volt az, amit rendkívül fontos lehetett. Ugyanazok a motívumok, ugyanazok a hegyes formák, ugyanazok az űrbe kinyíló kis ablakok, azok hasonlóak voltak, rokonok ezzel a tendenciával. Úgyhogy én nem festészetbe keresném az ő társait, hanem elsősorban az építészet között. Ez egy nem szokványos építészet. Ma is fülig ér a szem, hogyha belépek a Lehel csarnokba, mert erre majd akarok valamit mondani a te művészetedre, mert olyan rendkívüli formagazdaság, néha kicsit az az érzésem, hogy túlzásba vitt formagazdaság van, és olyan építészeti gondolkodás és humor, ami tulajdonképpen ő benne is megvan, és a Király Tamás ruháiban is, amit nagyon szigorúan szerkesztett, lépcsőzetesen emelkedő, az emberi testet elfedő, nagyon, az embereket egymástól távol tartunk. Dolog, mondjuk mondta is a Király Tamás egyszer, hogy azért tervez ilyen ruhákat, mert nagyon büdösek az emberek, és jó, hogyha távol vannak egymástól, ezt a közlekedésére. Én próbáltam ilyen finom keretek között tartani ezt a beszélgetést. De már elég öreg vagyok, hogy mondtassak ilyeneket. Szóval abba is megvan ez. És amit akartam a Judit szobrairól, vagy hát szobroknak nevezzük őket mondani, hogy van bennük bizonyos értelemben nem csak ez a szigorúan épített építettség, hanem egyfajta kifejezett humor is, ami nekem nagyon fontos, mert személyesen is nagyon fontos, és nagyon fontos volt a 80-as évek közepe óta, amikor a magyar művészetnek, festészetnek, szobrászatnak is egy nagyon fontos összetevője volt. Szóval az, hogy ilyen dupla fenekűen látják a valóságot, hogy igenis, meg nem is.
a kék és a rózsaszín, ami nem, nekem nem alternatíva, mondta Leszterházy Péter. Szóval, hogy ezek a viccek, ezek benne vannak az ő kompozíciójaiba is. És sokszor úgy látom ezeket a kompozíciókat, főleg ezeket az éles fémformákkal beborított, zászlószerűen lengedező, bajuszszerűen lengedező figurákat, mint hogyha valami bábszínháznak a figurái lennének. Szóval ez is benne van. Sokféle. Most az, amikor arról beszélünk, hogy használati kerámia és másfajta kerámia, például amit Judit csinál, ott az van, hogy a Judit a használati kerámiának is azt a Pofora közüldések című dolgot úgy tudta belevinni, a látásmódot úgy tudta belevinni, hogy ettől még a funkció is eleve marad. Nekem volt olyan tejáskészletem, ami a deforma csoportból származik, amivel nem szerettem teját inni, mert valahogyan nem adta magát. Nem adta magát, nem esett jól, nem esett jól a teának, nem esett jól nekem. Valahogy ilyen csak azért is máshogy csináljuk. A Juditnál ezt soha nem éreztem, szóval mindig megmaradt azon a határvonalon, azon a nagyon gyengéd, nagyon pici határvonalon, ahol a funkció is, meg a gondolat is össze tud simulni. Nekem például van Judittól egy vázám, ami a Nikos sorozatból való, az tökéletesen működik, mint váza is. Szóval ki lehet belőle önteni vizet, ki lehet belőle, bocsánat, azt mondja, virágot is lehet belőle, sőt, ugyan lehet rendelni virágot, ahogy kegyet szoktuk, hogy a kompozíció része legyen. Szóval nem botránkoztatja meg az embert, vagy nem megy ki a divatból, vagy nem megy ki a használati funkcióból. Ehhez kapcsolódna a Judit a kérdésem, ehhez a kicsit vicces, humoros jellekhez, meg ahhoz, hogy tulajdonképpen te hogyan választottad ki azokat az elemeket, anyagokat, amiket összeépítettél a kerámiákkal. Tehát az, hogy itt mindenféle csavarok, fém, csak húzalok. Fémek vannak, fém van, rész meg részcsavarok, és a porcelán. Más anyag nincsen összedolgozva, ez a kettő van. Igen, de vannak például ezek a kis zászlószerű motívumok, akkor kis kúpok, némelyik tárgyad az abszolút olyan, tulajdonképpen ez a hajó képzett olyan a sokszor Gönczárpi jön. Bácsi is egy kiállításunkat, mikor megnyitotta Esztergomba, ez még a Nane időszak alatt volt, a Nane galéria kiállítása volt a esztergomi vármúzeumban, és akkor ő nyitotta meg, és oda jött hozzám, és elég sokat beszélgettünk, és mondta, hogy micsoda hajók ezek, úgy el szeretnének szállni. Igen, mert tulajdonképpen a leheltéri piac is olyan, hogyha elmész mellette, akkor pont valamelyik, egy ilyen hatalmas. Igen, pont valamelyik nap jöttem be, és az a rengeteg üvegház, meg nem tudom, őrület, hát kimondottan egy fénypontja most a Lehel csarnok, hogy ott van, tényleg. Abszolút. Amúgy meg én csináltam a modelljét annak is, de a Lacinak megcsináltam, hogy örökre meg legyen egy ilyen magas tűzű kerámiából megvan a modellje a Lehel csarnoknak. Tulajdonképpen milyen igazságtalan dolog, hogy a filmekbe ő Vida Judit néven futott, és akkor most lehetne tulajdonképpen a Lehel csarnok is Vida Judit néven. De hát nem, a filmekre nem írták föl a nevemet, csak a szerződések voltak. És azt még hadd mondjam el, hogy volt egy olyan, hogy a Szenikai osztályról kaptam egy levelet, mint én díszlettervező, és miután a Lacit nem lehetett hivatalosan elfogadni abban az időben, és kaptam a Szenikai osztályról egy levelet, hogy a Rajk Laci által tervezett díszlet makettől nem térhetek el. Még egy kérdés, hogy ahogy így nézzük a vetítést, akkor van egy olyan tárgy, aminek az alján olyan motívumok vannak, mint az a repesztett máz lenne, de nem. Igen. Repesztett máz, csak úgy van megrajzolva. Igen, én márványos. Igen.
És arról jutott eszembe, hogy tulajdonképpen így a magyar kerámia, meg porcelán, tehát keramikus hagyományból te kapcsolódsz-e valakihez, vagy tartasz-e valakit úgy szellemi értelemben elődödnek, vagy mester volt-e, vagy pedig ez máshol kell keresni. Igaza van a Mártának, hogy engem az építészek befolyásoltak. Amikor a főiskolára bekerültem, a Pogány Fridzi bácsi volt akkor ugye a rektor a Iparművészeti Főiskolának, és ő mind általában esténként a Műszaki Egyetemen előadásokat tartott Rómáról, meg minden, és én arra jártam, és akkor ott szembesültem azzal, hogy azok az építészek, akik oda jártak az egyetemre, mindenféle japán, meg nem tudom milyen pályázatokat adtak be, és ezeknek tehát, hogy ezeket bemutatták, kivetítették, és olyan fantaszt akkor, mert most már ahhoz képest tényleg, akkor a 74-ben, 73-ban ezek olyan fantasztikus, szinte ilyen utopisztikus tervek voltak, és nagyon szerettem őket, tehát az építészet. A szakmámban igazából szégyen nem nagyon tudok mondani. Hogy... Azért egyet hagyj kérdezzek, mert nekem eszembe jutott, meg azt hiszem, hogy talán tanított is téged, mert ugye te szilikát szakon, vagy nem tudom ezt, hogy mondják. Porcelán, szóval... szilikát tanszék, porcelán tervező szak. És hogy az Égács György talán akkor ott volt. Ő volt igen, ő neki nagyon sokat köszönhettek, ő mindig mellette már. Mert az ő műveiben látok néhány. Hát ő volt néhány. Az első ilyen kinetikus szobrász is. Igen. Neki nagyon sokat köszönhetek, mert sajnos a tanárom, aki tanított a Schrammel, az valami vetélytársat látott bennem, és nem engedte, hogy csináljam a munkáimat. Mindig másfelé irányított, és akkor az Égács azt mondta, hogy amíg ő ott van, addig én azt folytatom, és csináljam. Igen. Úgyhogy neki nagyon sokat köszönhetek az Égács Györgynek. És ő milyen ember volt? Ó, tüneményes ember. Nagyon kedves. Nagyon kedves. Nagyon jó lehetett vele beszélgetni mindenről, nyitott volt, és tulajdonképpen szeretett minket. Tehát nagyon nehéz, mert abban az időben eléggé ilyen sok konfliktus volt a szilikát tanszéken, és ő ezt nagyon jól tudta kezelni. Most nem akarok ilyen nagyon mélyen ebbe belemenni, de milyen konfliktus lehet? Tehát most az egy kicsit olyan... Művészek tanítottak. Jó, oké. Művészek tanítottak, és mondjuk a Schrammert nagyon sokan kedvelték, nekem se volt semmi bajom vele, de ő egy nagyon... ego típusú ember volt, tehát, hogy amit ő is, amikor meglátta, hogy én csinálok valami új dolgot, akkor nem engedte. De mi számított akkor az ő szemében új dolognak? Hát az, hogy például a főiskolán, tehát igazából a porcelángyárakban tanultuk nagyon-nagyon jó szakemberektől a szakmát ahhoz, hogy egy tányér az ne deformálódjon el, hogy ne üljön le az alja, vagy a csésze fülét jól meg lehessen fogni. Tehát ilyen dolgokat nagyon jó. Azt a gyárakban tanultuk meg, fantasztikus szakemberektől. Az iskolába is ennek egy részét csináltuk, ugye hát ott a háttér azért nem volt olyan, mint a gyárakban, és miután már harmadik, negyedévesek voltunk, és én nekem kevés volt. Én szerettem volna egy kicsit, hogy a saját kreativitásomat hozzátegyem ezekhez, és elkezdtem hajtogatott porcelánokat készíteni. Mivel nagyon érdekelt engem a mélárt, és akkor különböző pecsétekkel, meg Apolliner képverseiket tettem rá, tehát ilyen üzetet közvetítő tárgyakat készítettem hajtogatott porcából, és a Schrammelnak ez nem tetszett. Azt mondta, hogy az én izmom még nagyon kevés ahhoz, hogy őt legyőzzem. Úgyhogy ez egy tanár volt. Úgyhogy, de az Égács György megmentett, úgyhogy csináltam, azt mondta az Égács György, csináljunk úgy, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon. Ezt mondta. És akkor egy ilyen mentő, hogy korongoztam ilyen mindenféle tányérokat, nem én, hanem segítettek, mert akkor nagy pocakon volt.
és azokat is egy kicsit megnyomkodtam, meg más kísérleteket csináltam, úgyhogy ez a két dolog volt a diplomán kiállítva. De hát sikere volt, mert igazából a Schrammel ott sem engedte meg, hogy mindent kitegyek a diploma kiállításomkor, és a paravám mögött egy dobozba voltak, és mire vége lett a háromnapos kiállításnak, az összes darabot elhordták. De hát ez volt a funkciója, ugye egy mélártárgy. Azt hiszem, ugye már az utolsó kérdéskör következik. Igaziból most, hogy mondtad, hogy már nagy pocakod volt, arról jutott eszembe, Mártához is intézem a kérdést, hogy akkoriban akár művészettörténészként, nőként összeegyeztetni a szakmai munkát meg a családi életet, az mennyire volt könnyű, vagy nehéz, vagy lehetséges? Nagyon csúnyán néz rám a Márta, de mindegy. És aztán utána Judit majd tőled is kérdezek ilyet. Szóval nagy szerencsém van az életemben többször, vagyis hát mindig, mert nekem ez soha nem okozott problémát. Az az igazság, azért néztem valószínűleg csúnyán, mert nem vagyok egy ilyen harcos nő, inkább egy gyáva nyúl. De mondjuk a szerencse az, hogy én a férjemmel dolgozhattam együtt a múzeumban, aki szintén művészettörténész, és ahogy neki nem okozott gondot az, hogy csináljon művészettörténetet, én nekem sem okozott. Úgyhogy erre a kérdésre nem tudok válaszolni, mert ez olyan szerencsés egybeesés volt. Azon felül egy olyan múzeumban dolgoztunk, ahol a főnökeink is a maximális támogatásukról biztosítottak, nem csak szavakban, hanem tettekben is. Ez a múzeum meg van írva, ha az előző szavaidat jól értettem, azt érthetjük úgy, hogy az én fejemben ez a múzeum ilyen volt, és tulajdonképpen soha senkinek ezek a dolgok nem okoztak problémát. Úgyhogy ezt tudom mondani. Akkor most Judit, tőled kérdezem, hogy művészként te hogyan élted meg ezt a férfinői szerep, és most nálad nem is elsősorban a család meg a művészi munka összeegyeztetésére gondolok, hanem arra, hogy mennyire lehetett nőként ugyanannyira érvényesülni, mint hogyha valaki férfiként. Értem, amit mondasz, de ez nem a belső baráti köröm. Nek a problémája, hanem ez társadalmi probléma volt. És ez most is probléma, hiszen minden nap lehet a médiából olvasni erről, meg látod, tehát foglalkoznak vele. Ugye, hogy nekem igazából, miután pont most csináltunk egy podcast beszélgetést, és ott elmondtam a Zsoltnak, hogy miután a munkáim följogosították a barátaimat, meg a körülöttem lévő embereket, tehát én egyenrangú férként voltam kezelve. Az más, persze, az más, az tapasztaltam kint, például egy porcelángyárba, ahova esetleg terveztem valamit, hogy ott éreztették velem azt, hogy ugyan mit akarsz, te kis, igen, nő. Tehát a hatalmukkal visszaélve. De hát ezek emberi dolgok igazán, nem csak az, hogy... De hát most is ugyanez a probléma a mai világban, hiába beszélünk arról, hogy a nők egyenjogúak, nem igaz, nem igaz. Tehát lehet látni, hogy mennyire, aki kiharcolja magának, és csinál egy céget, és vezető lesz abba egy nő, meg tudja csinálni, de nem minden nő alkalmas erre, hogy feláldozza a családját, a családi életet, a gyerekek nevelését arra, hogy ilyen vezető pozícióban legyen. De az se biztos, hogy lehet, hogy elér valamit, de lehet, hogy a társadalomnak a visszaigazolása nem biztos, hogy tehát ő is megkaphatja ugyanezeket, hogy egy nő. Tehát ez nagyon nehéz. Tehát én konkrétan a szűk környezetemben nem éreztem. Akkor még egy tényleg utolsó kérdés, hogy mostanában mennyire intenzíven dolgozol, és miket csinálsz, vagy miket tervezel csinálni? Hát szeretnék. Most egy évet kihagytam, mert csípőprotézis, meg ilyen problémáival küzdöttem,
Úgyhogy most nagyon szeretnék nekiállni új dolgoknak. Tehát folytatom ezeket a plasztikáimat tovább. Jó, akkor ehhez nagyon sok sikert kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést Mártának is, neked is, önöknek a figyelmet, és akkor ajánlom figyelmükbe ezt a nagyon finom, jól lapozható, jól fogható, szépen tervezett könyvet, amiben nagyon szuper szöveg van, és gyönyörű képek. Köszönöm szépen!